Egy 5 órai tárlatvezetésre invitáljuk Önöket, méghozzá a Várfok galériába, itt Budapesten. Gál Katát köszöntöm nagy szeretettel a délelőttben. Szervusz! Szia! A Kibillent Harmónia című kiállítása az, aminek lesz ma ugye 5 órakor a tárlatvezetése, beszélünk róla, de talán először besézzük egy picit a címét a kiállításnak. A harmónia a témája, illetve leginkább annak a hiánya. Miért ezt a témát választottad? Ugyanis a te műveidből épül fel a kiállítás. Igen, igazából ez a társadalmi hatások által generált hiány, vagy ugye annak egy ilyen kibillent, ilyen nehézkes, ingataglábakon álló, hát úgymond harmonikus eleme, ami a mai világban elég nehéz, tehát nehézkes megtalálni magát, ezt a harmóniát, és ugye itt a legjobban a szülő-gyerek kapcsolatot vettem így górcső alá. Ugye régebben foglalkoztam a társas férfinői kapcsolatokkal, és most egy kicsit így mélyebben belevetettem magam így a szülő-gyerek, anya-gyerek viszonyba. Igen, itt a harmónia szó, na hát ez az, amit ma tényleg napjainkban nem igazán lehet megtalálni az élet egy területén sem, legalábbis nagyon nehéz kialakítani a saját életünkben a harmóniát. Nem tudom, te a saját életedben ezzel hogy vagy? Hát nehéz, igen, tehát hogy ezt én is észreveszem. Nyilván azért a képek többsége, ugye, hogy mondjam, ahogy járok-kelek, ugye, és amit észreveszek, mert hogy alapvetően társadalomkritikával foglalkozom, és ugye, ami körülöttünk van, és körbevesz minket, ugye engem ezek a pulzusok érnek, és ebből veszem a témáimat, de nyilván én is benne vagyok ezekbe a képekbe valahol. Tehát, hogy ezért nagy összességében szintén ugye ez a harmónia az, amit én is szeretnék megtalálni az életembe. Többé-kevésbé megy, de nyilván azért néha van egy-egy olyan momentum, ami hiányzik belőle. Na de akkor készülnek ilyen gyönyörű kiállítási tárgyak, mint amiből a kiállításod most felépült. Anya-gyermek viszont ma már nagyon érdekes a harmadik olyan téma, ami a családdal foglalkozik, és itt a délelőttben, akár színdarab, akár volt egy írónő az előbb itt bent, a családdal, és ott a családban a jó vagy rossz viszonyokról, kimondatlan sérelmekről beszélgettünk, itt a kiállításban is felfedezhetőek ezek a motívumok. Igen, abszolút, tehát hogy próbáltam ugye arra reflektálni, hogyha pici gyerek jön a családba, akkor azért az ember megpróbál maximálisan helytállni, mellette lenni minden téren. És azért sok esetben azt vesszük észre, hogy nagyon sok szülő küzd problémákkal, tehát hogy ugye azt az időt, amit ugye magának is szentelne, de ugye van egy kisgyermek a családban, és rá pedig maximálisan próbálna odafigyelni, és ugye azért ezt próbáltam egy kicsit így a képeimmel visszaadni, mert Én nem általánosítani szeretnék, de sok olyan szülő van, aki inkább foglalkozik önmagával, mint mondjuk egy pici gyerekkel. Tehát, hogy az a hasznos idő, amit vele tölthetnénk komolyabban, azt ugye inkább magunkra összpontosítjuk. Művészként a te témáidnak a fókuszában mindig egy picit a társadalom kritika valamilyen oldala áll. Már a diplomamunkádban is tulajdonképpen Igen. ezzel foglalkoztál. Ott pontosan mikor építetted a munkáidat? Ott ugye a férfinői kapcsolatokat vetettem föl, és leginkább ugye ez egy elég nagy tábla, tehát egy 3 darabból álló tábla, magyarán szólva egy triptihon, egy 3x3 méteres monstrum, és ugye ennek a két oldalán szinte csak nők vannak. Ugye próbáltam ezzel azt érzékeltetni, hogy a nőknek a szerepe így a mai társadalomban, vagy hogy például a nők mennyire próbálnak előtérbe helyezkedni, ők is kivívni valamit maguknak egy bizonyos szinten, és hogy ugye a karrierépítés mennyire fontos lett számukra. A férfiak pedig ugye a harmadik táblán helyezkednek el, és úgymond háttérbe, vagy hát háttal állnak nekünk, mint hogyha ők egy picit így próbálnának kivonulni ebből a térből. És ugye én ezzel arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy egyfajta balanszt építsünk ki, hogy ugye meglegyen ez az egység, hogy mindenki, ha nem is egy szinten, de azért próbáljuk megtalálni ezt a libikókának, ezt a harmonikus együttállását.
Igen, egyébként a címe pedig az volt, hogy Instabil. Instabil, igen. Milyen jól kifejezi azt, amit az előbb elmondtál. Művészként elmondtuk azt, hogy elméleti szinten milyen témák azok, amik téged érdekelnek. Hogyan valósítod meg ezeket? Gondolok itt például a művészi eszközökre. Szerencsére, tehát olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy van egy műtermem. Már igazából a diploma készítésénél is szerencsés voltam, mert ott is volt egy. És a jelenlegi műterem ugye az a Lónyai utcában van, a Dióalkotótér, ott többen vagyunk, és ugye itt van egy olyan hely, ami rendelkezésemre áll, és itt készítem ugye ezeket a vegyes technikának mondott táblákat. Ugyan képgrafikusként végeztem, tehát hogy nem a sokszorosított grafikától én már eltérek, és egy teljesen ilyen egyedi technikával dolgozom, fatáblákra, amiket ugye régen leselejtezett fatáblákra készültek ezek a munkák, ezek elfogytak, és hát ugye az időtállóság véget pedig újakat szereztem be, amiket én öregítek le mára, és ugye erre elindul egy ilyen rétegződés, amiket ugye különféle anyagokat hordok fel rá, illetve nagyon sokat fotózom, tehát például a hátterek azok mind az én fotóim, ezek a lebomlott épületek, vagy lerombolt épületek, ugye mind az én fotóim alapját képezik, és ez egy transfer eljárással kerül fel a táblára, és onnantól kezdve pedig különböző anyagokat applikálok rá. Igen, például különböző anyagok, tárgyak, például olyat is olvastam, hogy csoki papírt is felhasználsz, igen, ha éppen az ihlet meg téged. Na de van egy konkrét védjegyed, ez pedig a gombos tű. Igen. A gombos tű mit szimbolizál számodra? Hát egyrésztről ugye van egy, ugye a textilt tartja a fatáblán, tehát egy rögzítő szerepe van, illetve másrésztről pedig azok a ruhák, amiket hordunk, nagyon sokszor megbélyegeznek minket. Tehát, kommunikál, igen, kommunikál. Igen, abszolút. És hogy ugye ennek egy drámai hatása az, hogy a gombos tűk, mintha ránk szögeznék ezeket a ruhákat, úgyhogy ez ebből eredeztethető. Tehát akkor ma lesz akkor a tárlatvezetés, igen, a Várfog galériában, amelyet te fogsz vezetni? Te mutatod be a saját munkáidat? Igen, igen, igen. Hát Kovács Kriszta a Várfog galéria művészettörténészének segítségével, igen. Mi a jövő? Milyen olyan projekteken gondolkozom most, ami már megéred benned? Milyen témák foglalkoztatnak jelenleg, és mit fogsz megvalósítani belőlük? Hát én szeretném még továbbiakban ezt végigvinni, ezt a fonalat, és ezzel foglalkozni. Már igazából nagyon várom magát a munkát, és ugye most jövőre tervezek is egy kiállítást, sőt, szerintem kettőt is. Még ugyan nem tudok pontosan arról beszélni, hogy a témák azok egész pontosan mik lesznek, de már forronganak, tehát hogy megvan. Benned mikor fogalmazódott meg az, hogy művészi pályára lépsz? Azért kérdezem, mert amikor művészekkel beszélek, akkor mindig azt érzem, hogy nem biztos, hogy ők erre a pályára készültek. Pontosan a nehézségei miatt, mert hogy már hamar tudják azt, hogy a szüleik esetleg felvilágosítják őket arról, hogy nem biztos, hogy érdemes erre a pályára lépni, mert hogy nehéz, annak nehézségei, amellett, hogy nagyon szép. Te hogy voltál ezzel? Igen, ez megtörtént, ez a szülői vonal. De igazából aztán mindinkább elkezdtek támogatni benne. Nagyon nehéz, nagyon szerettem volna. Igazából, amikor felvettek az egyetemre, akkor éreztem igazán, hogy a helyemen vagyok. Tehát előtte nagyon sok munkahelyem volt, ugye előtte is volt próbálkozás a képzőművészeti egyetemre, ami nem sikerült, és aztán utána úgy gondoltam, hogy újra megpróbálom, és sikerült, és itt vagyok. Nem mondom azt, hogy egyszerű, de rettentően szeretem, és igazából ennek a szeretete az, ami hogy mondjam, tovább lendít ezeken az akadályokon. Mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik művészi pályára szeretnének lépni? Legyenek kitartóak. Az kell hozzá? Igen, igen, és erősek, de néha azért jó gondolni a buktatókra, tehát hogy felkészülni arra, hogy nem mindig olyan egyszerű, de nyilván ugye ez az élet bármely területére igaz.
Igen, az előbb volt egy nagyon aranyosnak, tehát érdekes beszélgetésünk itt a Bokor Balázsal a Magyar Hollywood tanács kapcsán. Rengeteg olyan magyar gyökerű művész van, akik világhírre tettek szert, és itthon szinte alig ismerjük őket, de kint a nagyvilág pedig nagy ovációval ünnepli őket. A művészet terén szerintem ez még inkább igaz. Te is akkor abban tudod a fiatalokat megerősíteni, hogy legyenek kitartóak, legyen erős az akaratuk, és talán ne adják föl. Igen, igen. Tehát, hogy azért egy komoly, komoly elhatározás. Nagyon sok olyan évfolyamtársam van, osztálytársam van, de igazából az egyetemről nagyon sok olyan volt diák, aki sajnos elhagyta a pályát. Tehát, hogy nagyon, nagyon nagy a lemorzsolódás ebbe. Tehát valóban a kitartás az azért fontos, meg nyilván az, hogy szeresse az ember, amit csinál. Gál Kata, köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és akkor ma 5 órakor találkozhatunk veled Várfog Galéria. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.